Még mindig. Körülre rakjuk a létrát? Nem, körülök ugyanúgy. Egy-egy talán. Egy-egy szentet kell venni. És akkor, akkor vagyunk az alapmélységnél. Nézzünk egy mélységet. Tudja, mindenféle kis kicskereső, elkezdtem a hordalékba kapirgálni, mondom, hát találok valamit, találtam is. Mindenféle kupakot, meg minden egyéb más tárgyakat, és egyszer csak jöttek a tojások. Az ember azt mondaná viccesen, hogy húsvéti tojások és meglepetés, hát meglepetés volt, mert kiszedtük, rakosgattam, de amikor már az ötödiket, hatodikat szedte ki az úriember, akkor már kicsit ijesztő volt a történet, mert ugye a csapszeg, meg elég egyértelmű volt a történet. Raktam a virágtartóba, és ugye 11-12-nél már azon gondolkodtunk, akkor most talán a rendőrséget is kéne hívni, mert nem tudtuk, hogy mit tévők legyünk az úr. Tanást alakultunk mind a ketten, hogy mit kezdjünk ebben a sok tojással. Hát aztán itt idáig fajult a dolog, hogy tűzszerész, rendőr, meg mindenki jött csőstő. És mi ez a sok tojás? A tojás, az tojásgránát. Tojásgránát. Ráadásul az anekdóta szerint, az itt lakó anekdótája szerint, amikor mentek ki az oroszok, akkor a kútba haigáltak be. Ő szerintem mindent, és átöltöztek itt. Aztán most ez igaz, vagy ebből mennyi igaz, azt nem tudom. Ez nem ma született ez a legenda? Nem. Ez az előző itt lakó egyéb, akitől vettem a házat, több tulajdonságot a háznak. Teljesen ki van már takarítva a kút? Teljesen. Az úr megfogta, a mester megfogta az aján azt a gerenda szerkezetet, ami tartja az egész utat. Tehát amikor készítik a utat, de többet ő tud mondani, arra ültetik rá ezt, ez a téglából épült. Tehát akkor ruhák, fegyverek, egyebek nem kerültek elő. Nem. Az, ami ott van, az a kis kupac. Amikor a rendőröket felhívtam, akkor kezdett így járni a lábam. Tehát ugye azért az érdekes volt, hogy hordtam ki, az úr hordta föl, mindenki csak rakta, mint hogyha egy darab nem tudom mi lenne. Utólag már azért úgy fennem van Szóval az embernek tele van a drágja, hogy mi lehetett volna belőle. Persze a vízben volt, tehát olyan nagy baj nem lehetett volna, de. És mindig ott van a de. Nehogy még valami legyen. Hát ezt még átkétszer biztos, hogy válogatom. Ezt valószínűleg a tűzszerészek is át fogják nézni. Hogy... Hát lehet, hogy én már nem akarnám átválogatni. Jó, hogy mondod, nem biztos, hogy át akarom válogatni.